Jó estét kívánok, köszöntöm a Szolnok Sport kedves nézőit. Ma is górcső elé vesszük a különböző aktuális témákat, és arról fogunk beszélgetni vendégeimmel. A buborékból kiszabadulva ismételten személyesen köszönhetjük Fazekas Zoltánt, a Nemzeti Sport újságíróját. Szia, Szervus, Zoli. Sziasztok, jó estét kívánok. És itt van velünk Varga Csaba is, az Új Néplap újságírója. Szia, Csaba. Szervusztok, jó estét kívánok. Hát mielőtt mondjuk úgy, hogy egy kicsit vidámabb vagy örömteribb témákról beszélgetnénk, egy szomorú hírrel kezdünk, ugyanis múlt héten jött a hír, hogy elhunyt Leskó László. Ugye ő a szolnoki asztali tenisz megkerülhetetlen figurája volt, de én azt gondolom, hogy az ország asztali teniszének is az egyik megkerülhetetlen alakja és figurája volt. Rengeteg sztori van róla. Zoli, te is tudsz róla sokat beszélni, mert ahogy mondtad, az edződ volt. Csaba is rengeteget dolgozott vele együtt. Nem is az, hogy mit szólt, tehát ez nem lehet mit szólni. Mi jut eszetekbe először Laci bácsiról? Én a Spartakuszban, akkor még úgy hívták a Tiszelsét, kezdtem pingpongozni, és ebből kifolyólag ő volt az első, hát ha nem is nevelőedzőm, de ugye a klubvezető volt, és többször is beállt, és megmutatta nekünk azt, hogy hogyan kell pörgetni, vagy nyesni. Egy nagyon-nagyon aranyos, tisztességes ember volt. A fiát is ismertem, vele együtt játszottam, úgyhogy egy legenda, a szolnoki szinten egy legenda volt szerintem Laci bácsi. Én nagyon sajnálom, hogy most erről kell beszélgetni. Csabi, neked milyen emlékeid? Hát sajnálom, én is a néplapos közel 3 évtizedben nagyon sokat dolgoztunk együtt Laci bácsival. Ő igazi, már bocsánat a kifejezésén, nem megsértve, igazi napszámos volt. Sport napszámosa, aki reggeltől estig a sportnak élt, főként az asztali tenisznek, így rengeteg verseny szervezett, és mindegyik nagy sikerű volt, nagyon sokan szerették, nem vertlen, hogy megemlékeztek róla a Magyar Szövetség honlapján, és így ő mindig nagy-nagy szeretettel emlegette, hogy az egykori világbajnoknak, szövetségkapitánynak, Bercik Zoltánnak volt a pályatársa, még annak idején Békés Csabán, és egy kiváló sportember volt. Tehát azt kell mondani, tényleg élt halt a sportért, azért dolgozott egész életében. És hát nyilvánvalóan remek pedagógus is volt, de hogyha már Zoli volt a tanítvány, akkor erről mit tudsz mondani? Hát egyrészt kicsi voltam, tehát annyira konkrét dolgokat nem tudok visszaemlékezni. 10 és 14 éves korom között játszottam a Spariba, Tiszaesébe utána. Azt tudom, hogy nagyon diszkrét ember volt, és amikor hétvégén mentünk valahova bajnokit játszani, akkor az egyik edző fölírta a tábla tetejére a vízügyesébe, ott ugye ahol 4 asztal féltel körülbelül, abban a pici teremben, oda a végében volt egy ilyen tábla, és akkor felírta, hogy hova megyünk, és tele volt helyesírási hibákkal mindig a helyszínnek a címe, és akkor Laci bácsi, amikor végeztünk az edzésen, mindig csak szépen csendben, nem hangosan, nem örjöngve odállt, és akkor a kis krétával, meg a szivacsak letörölt és kijavított a mosolyon az arcán a helyesírási hibákat, hogy a gyerekek azt ne így tanulják meg. Egy tündérember volt, tehát nagyon szerettük. Tartottunk is tőle, mert ugye ő ritkán állt be a közénk, tehát eljött, megnézte, hogy minden rendben van-e, de nagyon szigorú is volt, de nagyon jóságos ember volt, és ha bajunk volt, bármi problémánk akadt, hát most 11-12 évesen mi problémánk akadhat, akkor azért meg tudtuk keresni, vagy mondta, hogy akkor meséljük el neki, és ilyen nagypapa érzése volt az embernek, amikor így leült hozzánk beszélgetni. És hát gondolom újságíróként figyelve is egy hálás riportalany volt, hálás szereplője volt meg a szolnoki sportnak. Sokat segített nekünk, behozta a Tiszelsé meccserről szóló tudósításokat. Persze sokat beszélgettünk ott vele, meg így a gyermeke is, így asztali teniszt, vagy a gyermeke, az unokája, így Németországban, Ausztriában játszott az unokája, a fia is, mai sportember, ilyen Ironman versenyeken indult, tehát igazi sportcsalád volt, és nagyon hiányozni fog mindenkinek Laci bácsi, szerintem. Igen, és a fiától kaptam nagyon sok képet, felvételt, és van egy kis életút is róla.
Ezt gyorsan felolvasnám, hogyha megengeditek. Így fogalmaz ez a kis kiadvány, hogy fiatal gyermekként Békés Csabán Bercik Zoltánnal kezdett el asztali teniszezni. Szolnokra kerülve a vízügy álomcsapatában játszott, Szabados Zsigmond Fehér Leskó összeállításban eredményesen szerepelt a nemzeti bajnokságban. A csapat neve akkor gyakran változott, Mezőgép Spartacus, ugye Zoli is mondta, Tisza ese, de a lelkesedése, tenni akarása változatlan maradt. A játék mellett már a vízügy csapatában edzősködött a játék mellett, csapatvezetőként, edzőként, tehetséges utánpótlás játékosokat nevelt. Évtizedeken át volt a Szolnokvárosi Asztali Tenisz Szövetség elnöke, már akkoriban nagy gondot fordított a tömeg sport támogatására. A megyei szövetség főtitkára, majd társelnöke lett jelenleg, ugye ezt írták 10 évvel ezelőtt egyébként, mindemellett az NB1-es Tisza ese mindenese és korát meghazudtoló fiatalos hévvel szervezi a megye és a város asztali tenisz sport életét. Hát maradjon meg bennünk akkor ilyen kép Laci bácsiról, és természetesen emlékét megőrizzük és nem feledjük. Most pedig akkor menjünk egy picikét más témára. Ugye az elején azt mondtam, hogy a Zoli kiszabadulva a buborékból megint itt van. Pár szót, milyen volt, mert mi már sokat beszélgettünk itt korábban, hogy milyen lehet majd, hogyha esetleg egy buborék lesz és ott kell dolgozni. Na, te átélted, milyen volt számodra ez a buborék? Teljesen korrekt volt. A győriek mindent elkövettek azért, hogy az ott lévők jól érezzék magukat. A levegőszűrő berendezésektől kezdve az éjjel-nappali portaszolgálatig nyakba akasztós csipogóval lehetett csak bemenni, csak kijönni a szállodából, a csarnokból. Fegyelmezett és nagyon jól szervezett buborék volt. Hál' Istennek senki nem lett beteg, tehát sem az érkezők között, sem a menet közben, sem a távozáskor nem volt Covid pozitív. Úgyhogy én azt mondom, hogy teljesen kibírható, nyilván a mozgás meg a séta az a játékosoknak is, nekünk is hiányzott, akik ott voltunk, vezetők. De alapvetően egy aranyos társaság volt, a szervezők is, akik együtt voltunk, a fibások, a játékvezetők normálisak voltak. A törökök azok olyanok voltak, amilyenek a törökök általában, tehát hisztisztek, problémáztak, mindenbe belkötöttek, de ettől függetlenül a FIBA elnök is azt mondta, hogy ez a harmadik buborékja volt neki. És az egyik az a Ljubljanai férfi válogatott buborék, ahol ugye a magyarokat ahonnan hazaküldték. A másik a Soproni Euroliga buborék, ami szintén ugye azt hallottuk, hogy hibátlanul működött, azt mondta, hogy ez volt a legjobb, és ez volt a legprofibban megszervezett, úgyhogy kibírható. Nyilván egyszer-kétszer az ember úgy érzi a szobájában, hogy na most már aztán jól nem menni futni egyet, vagy sétálni, de nem lehet, de alapvetően, és azzal, hogy lett egy magyar továbbjutó a Szekszárd személyében, ugye, ezzel összességében eredményes is volt. A győrieket egy picit sajnáltam, mert kitették a szívüket, lelküket, és végül megrendezték, és aztán ők nem jutottak tovább. Úgyhogy ez egy pici ilyen rosszá ízt adott nekik, de alapvetően szerintem teljesen elviselhető, és remélhetőleg a szolnoki olajbányásznak, a kosarasoknak is valami hasonlóban lesz részük, és nem rosszabban, mert ugye ahány buborék, annyiféle ugye rendezés, ezt viszont már tudjuk a sajtóban. Így van. Na, egy picit az olajról egy később beszélgessünk, most evezzünk át válogatott szereplésekre, és kezdjük azzal, ami már véget ért, de egy útnak a, úgymond az eleje, mert hogy a magyar női vízilabda válogatott, megnyerve a tornát, kvalifikálta magát az olimpiára, amire még hogy 2021-ben lesz is. Na, mit gondoltak erről? Én láttam a magyar csapatnak majdnem mindegyik mérkőzését. Hát így a franciák meg az egyéb meccseket nem lehetett alapul venni, mert akkora volt a különbség a javunkra. A görögök ellen nagyon gyengén játszottunk, de végül is így jártunk jobban, hogy kikaptunk a görögöktől, és a olaszok ágára kerültünk, bár mindenki ismeri az olasz sportdiplomáciát, különösen vízilabdában. Különösen vízilabdában, de azt hiszem, hogy egy teljesen korrekt játékvezetés mellett szenzációs játékkal vertük meg az olaszokat, úgyhogy esélyük nem volt arra, hogy még hogy szorosabb legyen a meccs sem. És hát volt egy Keszhelyi Tánk, aki olyan gólokat lőtt, hogy 6 gólt egy ilyen meccsen, tehát, és közötte voltak egész szenzációs megmozdulások is, tehát nem csak az, hogy kapott egy labdát és beverte, hanem tényleg emberről, tehát szenzáció. Na, jó kapus teljesítmény, ugye, nagyon jó tudott a bíró Attila, hogy ezt a másik kapus, ugye, állította be, nem tudtak neki gólt lőni, 5-öst is védett. Tehát azt tudom mondani, hogy nagyon megérdemeltük, hogy kijussunk az olimpiára. Én
Én nagyon féltettem a lányokat. Uh-huh. Tavaly ugye az Európa Bajnokságon a hazain kim voltam végig, és ugye tudósítottam a nemzeti sportot. És gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy bekerültem és foglalkoztam a vízilabdával, tudtam mindenkitől, ezt hallottam, hogy az olaszok milyen szinten presszionálják a játékvezetőket, hogy minden fontos selejtező náluk kerül megrendezésre valamilyen utómódon, mégis valahogy úgy alakul mindig. És ugye egyértelmű cél volt szerintem, hogy ne az ő águkon kellene játszani az olimpiáért. Ehhez képest ugye kikaptunk a görögöktől, és oda kerültünk, és én akkor azt mondtam, hogy na, akkor ebből. Itt a vége. Itt a vége, lemondtunk az olimpiáról, mert annyival nem vagyunk jobbak, ugye, hogy elbírjuk azt is, ha kicsit segítik őket. Úgyhogy én attól féltem, hogy egy éles meccsen majd elveszítjük. Meglepően láttam, hogy tényleg nagyon szervezettel jól játszottunk. Igaz, ahogy Csaba mondta, a Keszthelyi szemében volt egy extra teljesítmény a döntőben, vagy ezen a mérkőzésen. Világklasszisként játszott, úgyhogy erre nem volt válaszok az olaszoknak, úgyhogy nagyon örülök, mert sokat dolgoztak a lányok, tavalyról tudom, hogy és nagyon szerettek volna kijutni az olimpiára, úgyhogy le a kalappal is éljen, mert még egy csapatunk ott van. Ugye? Így van, hát én meg abba bízom, hogy lesz olimpia, bár én egy kicsit szkeptikus vagyok, de ti már a felvétel előtt azt mondtátok, hogy biztos, hogy lesz. Már hogy olimpia. Én azt gondolom, hogy lesz. Tehát, hogy a jelenlegi vírus helyzetet nézve még akkor is megrendezik, hogyha mondjuk egyharmadnyi kapacitású nézőt engedhetnek be, vagy anyagilag bukta lesz. De én nem hiszem, hogy belefér az, mert ugye innentől kezdve már nincs halasztás. Tehát akkor ez az olimpia elmarad. És presztízsveszteségtől nem is beszélve, én azt gondolom, hogy valahogy meg fogják rendezni. Akkor Csaba, te is ezen a véleményen szerintem vagy. Is lesz mindenképpen. Tehát a NOV vezetői azt mondják, hogy legyen. Na most az, hogy itt különböző sajtóorgánumok, bocsánat a kifejezésért, különböző ismeretlen honlapok össze-vissza írnak mindent, hogy a japánok 80%-a nem akarja meg. Uh-huh. Tehát ezek ilyen szerintem túlzások. Uh-huh. Hát jó, bízunk benne. És akkor még hány csapatunk lesz kint, ugye? És hány csapatunk lesz még tehát kint? Zoli, ugye ki lehet a 3x3-as kosár csapata? Lányok? Igen, igen. Ki lehetnek? Még... Meg a női kézilabda. Ez vált a vége igen. Utána. Hát a férfi vízilabda már kijutott. A férfi vízilabda kint van, de hát azt mondom, hogy tovább igen. Már nem lehet. Tehát a két vízilabda kint van, a női kézilabda még kijutott, meg a 3x3-as kosár csapatunk. Azt mondjuk azért még továbbra sem tudom elképzelni, jó lesz olimpia. Hogy itt, ahogy mondjuk te is mondtad a nézőszámokat, hogy itt mondjuk ugyanolyan szurkolás legyen, ugyanannyi nézőszám, mint egy rendes olimpián. Abban szinte én szinte biztos vagyok, hogy az ahogy akár egy harmad is. Tehát én kizártnak tartom, hogy ugyanúgy visszatérhet minden, vagy mindenki a lelátóra, mint eddig. Tehát nem valószínű, hogy az atlétikai versenyeken a reggel 9 órakor kezdődő, 10.000 méteres elejtezőben megint 80.000 néző lesz. Hát én nem tudom, hogy lesz addig az oltottság. Igen, tehát január vége nagyon, van. Nagyon sok idő van tehát. Nagyon sok idő van. Ha az hirtelen kiderül, hogy márciusra az egész világnak elég vakcina van, akkor júliusban miért ne lehetne visszállni arra, hát hogy... Hát igen, nem tudom, én nekem annyira úgy tűnik, vagy azok a gondolatok járnak a fejembe, hogy ezután a vírus után semmi nem lesz ugyanolyan, mint régen volt. Egy ideig, szerintem csak egy ideig. Csak egy ideig, igen. Én állandó szereplőnek érzem majd a maszkot. Néha már fel se tűnik egyébként, hogy rajtam van. Tehát nem tudom, én most lehet, hogy ez, nem is tudom, mi mondatja belőlem, de most egy picit szkeptikus vagyok. Én rátok hallgatok meg, én azt szeretném, hogy minden úgy legyen, és bízunk is benne, hogy úgy lesz. És hogyha már bízunk valamiben, hogy úgy legyen, akkor én meg most abba bízok, hogy a spanyolokat várjuk már meg itt a kézilabda VB-n, pont most játszunk egyébként velük. Igen, a csoport elsőségért. Hát azért ez is óriási meglepetés, amit eddig csinálnak a fiúk, nem? Tehát az, hogy minden meccset megnyerünk, így fantasztikusan játszunk, a védekezésünk az szerintem a legprímább az egész VB-n szereplő csapatok közül. Hát én bevallom őszintén, azért erre nem gondoltam, hogy ilyen lesz a férfi válogatott most. Igen, ezt a csapatot is jó nézni most, ezt a válogatottat, és hát ezt majd meglátjuk, mert most már jön az egyenes kiesés. Attól függ, mit játszunk most a spanyolokkal, vagy norvégok, vagy a franciák. Hát azért a norvég ellen mindig megkillódtunk, a franciák meg szerintem jobb csapat nálunk, de hát... Hát vertünk már meg jobb csapatokat. Azt mondtuk annak idején, hogy a németek is jobbak nálunk. Azért mondom, hogy vertünk már meg jobb csapatokat ezen a VB-n is. Így van.
Zoli, te mennyire tudtad követni ott a Buba Régó ezt a kézi VB-t? Sajnos kevés, tehát nem annyira, amennyire szerettem volna, vagy jutott volna rá időm. A németek elleni meccsből láttam részleteket. A sportcsarnokban az egyik MKSZ-es kolléga nézte a laptopján, és akkor bele-bele pillantottunk. Meglepődtem én is. Tehát nagyon fiatal a csapatunk, ugye? És ha jól tudom, az első pár meccsen még talán tartalékoltunk is a sztárjainkkal. Igen. Úgyhogy nagyon nagy meglepetés, de ugye itt jön az a rész, hogy egy új torna kezdődik abban a pillanatban, hogy egyenes kiesés. Hát onnantól kezdve igen. Mert egészen más a pszichológiája egy olyan mérkőzésnek, amiről tudod, hogy ha megnyered, akkor már éremért játszhatsz valószínűleg, ha meg kikapsz, akkor a helyosztót játszod. Úgyhogy hát nyilván szurkolok nekik én is. Nem mindegy, hogy 1-4 vagy 5-8 természetes. Igen, nagyon nem mindegy. Most olimpiára ez kvalifikál ez a világbajnokság? Kvalifikál az olimpiára. Kvalifikál, de azt hiszem a két döntős. Két döntős. Hú, hát az akkor azt a gyerekre. Igen, az, nyilván azok a nagyon merész számok, de hát. Igen, de kiegyenlített a mezőn, mindenki látja, hogy ugye az argentinok megverték a horvátokat. Lemondott a horvát kapitány, akivel olimpiát, VB-t, EB-t nyertek. Tehát itt már nincs gyenge csapat, és Katar mennyi csapatot megszorított, tehát ugye vannak jó csapatok, mi is nehezen jó megvertük 4-5 góllal a brazilokat, de azért aránylag ott voltak mellett, ott voltak a nyomunkban. Nekem azért is örömteli ez, mert ahogy olvastam, a felkészülésünk az elég hektikusra sikerült. Tehát igen, az összes edzőmeccsünk elmaradt, nem is tudom. Volt egy-két edzőmérkőzés, de sokkal kevesebb, mint igen, amennyit egyébként elvesztünk. De hát gondolom, ezzel mindenki hasonló cipőbe járt, mindegyik válogatott. Tehát egyébként, igen. Ezek a nagy felkészülési tornák, ezek biztosan elmaradtak. Na, de az olajnak nem marad el a tornája. Holnap már pályára is lépnek a lengyelországi buborékba. Mennyire vagytok képbe az ellenfelekkel? Nekem nyilván a Sporting az nem feltétlen a kosárlabdából, de azért egy sokat mondó név, de ugye a többieket én úgy megmondom őszintén, nem nagyon tudom még. Talán az Élan a Górát igen, de én nem nagyon tudom hova rakni őket. Hát az Izrael, tehát nézzük azt, hogy az izraeli kosárlabda nem keres. Is tudom, miért mondtam az Élan a Górát, most nem tudom, hogy jól teszem. Lengyel kosárlabda. Már a lengyelek, igen, de... Igen. Mert az olajnak a csoport ellenfele volt a... Igen. Na most a klubcsapatok. A lengyel kupcsapatokban ugyanúgy meg vannak erősítve, mint a magyarok légiósokkal. Na most az izraeli kosárlabda, az még mindig erős volt. És akkor a portugál, te mondtad, hogy a portugál. Én erre pont mikor jöttem ide a stúdióba, pont az jutott eszembe, hogy így elintéztük a portugálokat 2011-ben, 2012-ben, Zoli, te emlékszel rá, ez a Bader, Lórán, Trottelféle válogatott, Zunicsul szövetség kapitány, hogy pótselejtező volt, finnek, portugálok, igen, egy meccset csináltunk, ott igen, is kikaptunk, itt is a igen. portugáloktól. Pedig azt mondtuk, igen. hogy az lesz a legkönnyebb. Hát ez a Sporting, ez 15-0-val vezeti a bajnokságot, tehát egyszerűen megítélhetetlen, hogy valójában mit tudnak, mert a portugál azért nem európai vonalába tartozik, sem válogatott, sem klubszinten, és 5 amerikaiuk van. Tehát, hogy szerintem körülbelül olyan lesz, mintha az Albacomp ellen játszana a Szolnok, tehát hogy az amerikaiak is, és majd esetleg egy-két portugál pályára kerül, hogy szerintem ők veszélyesek lesznek. A Zioni nincsen jó formában, tehát az izraeli középmezőnyben van, és a harmadik csapat pedig azok lengyelek, igen, ugye? Igen, ez a BH, hát, az együttes. Ott meg talán még kiemelkedő, annyira kiemelkedő játékos nincs. Az a amerikai hátvéd, góldobó hátvéd játszik náluk, aki tavaly Pécsen játszott. Chris... Próbáljuk a nevét megkeresni. Chris, nem is tudom, mi a neve. Ugye néha azért Magyarországon is vannak olyan légiósok, Chris itt vannak Dunn, egy évet, talán. És aztán nem nagyon maradnak meg bennünk. Szóval ő 15 pontot átlagol, ugyanazt az átlagot hozza a lengyel bajnokság, mint a Pécsbe hozta. Úgyhogy én azt gondolnám, hogy az izraeli meg a másik csapatnál jelenleg jobb az Szolnok. Aztán meglátjuk, hogy milyen nehézségeket találkoznak a wroclawkai buborékban. Beszéltem erről a Gáspár Potocsnik vezetőedzővel, mert pont azért megkérdezte, hogy mi a tapasztalatom, hiszen én most jöttem ki, ők meg most mennek be. Úgyhogy
Én azt gondolom, hogy a első két hely közül az egyik megcsíphető, a Sportingot azt nem, tényleg nem, nagyon nehéz hova rakni. Hát aki veretlenül áll 15 meccs után a bajnokságába, nem lehet rossz, de nem tudjuk, hogy egy másik... Bajnokság is. Igen. Igen, tehát hogy egyáltalán ott milyen szinten van, mert ugye most nézzük meg a Jászberény 0-17-tel áll, és attól nem tudjuk megítélni, hogy most ez a magyar bajnokság annyira jó, vagy a Jászberény gyenge, úgyhogy én azt várom, hogy ez a csapat jusson tovább ebből a buborékból. Ez egy megoldható feladat azért, első kettő ugye tovább megy. Így van, és még a harmadikoknak is négyen, igen. És ne felejtsük el, hogy azért egy 30 pontos körmendelni győzelem után indult el a csapat, tehát az önbizalomnak is ennek kell. Igen, tegnap ott voltak a fiúk, ugye lehetett igen, látni a közösségi reggel, oldalakon. Megérkeztek. Igen, lehetett látni a közösségi oldalakon, hogy már palánk alól is dobáltak. Bár az is egy friss tapasztalat számomra, hogy nagyon-nagyon fontos egy ilyen buborékban, hogy az első meccs hogy sikerül. Uh-huh. Bizony. Mert például a Szekszárd egy nem túl jó állapotban érkezett meg Győrbe, és egy fiús, már NBA szintű mérkőzést játszottak az ukránokkal 106-80-as végeredménnyel női meccsen. Uh-huh. Az nagyon brutális. Nagyon jól dobtak, egy olyan ritmust kaptak azon a meccsen, ami végigvitte őket a buborékon. Ellentétben a Győrrel, uh-huh. amelyik ugye mindjárt az első meccsen papíron legerősebb csapat igen. ellen játszott, és egy rossz negyedének köszönhetően kikapott. És innentől kezdve ők már hiába nyerték a következőt, nem tudtak úgy följönni. Tehát, hogy ezen is sok múlik, hogy az legelső meccs hogy sikerül, és mi a sorsolás, mert ugye ebben sincs semmiféle ráhatása a kluboknak, kaptak egy sorsolást a fibától, és akkor így játszottak. És már tudjuk, hogy ugye időpontok változtak, kezdési időpont, hogy holnap este 6. Igen, délhelyet. Lett a holnap délhelyet. Tehát nagyon sok minden meg tud változni igen. a buborékba egyik pillanatról a másikra. Egyébként nyilván, amikor a csapat megtudta, hogy délbe kell játszani, ezért nem biztos, hogy óriási tapsviharba törtek ki, úgyhogy ez a 6 órás időpont, ez most kedvezőbb azért. Ez egy megszokott időpont. Persze. Hát igen, most nem tudom, előnye vagy hátrány lesz, hogy mi utána egy napot kihagyunk. Tehát, ez mindig utólag derül. Igen, mindig okoskodhatunk, hogy na, akkor formában maradunk-e, avagy megtört a formában. Látjuk a másik két csapatot. Itt az egyik meg pihentebb lesz. Itt talán annak van tényleg előnye, aki az utolsó meccset játssza a buborékba. Hiszen akkor, hogyha még úgy alakulnak az eredmények, akkor esetleg még a saját kezébe lehet a sorsa. Bár ennek is ugye erre rácáfol az, ami Győrben történt, hiszen ugye a csütörtök este kialakult az eshetőség, hogy egy győri 12 vagy 19 pontos győzelemnél a törökök esnek ki, és a Szekszárd Győr kézen fogva uh-huh. tovább jut. És ehhez képest ugye simán megverte a Szekszárd a Győrt, tehát pedig mindenki azt gondolta, hogy két magyar csapat miért ne tenné meg, hogy akkor egymással. Hogy egymással, így van. És nem, tehát. Igen. De ugyanakkor azért az mindenképp jó lenne az olasz számára, nem tudom, hogy ők az utolsó meccset játszák. Pénteken igen. este 9 van. Így van. Igen. Tehát akkor már tudni fogják pontosan, hogy mi az az eredmény, esetleg, ha esetleg még addig húzódik, mert az is lehet, hogy már akár a második meccs. Persze, a kettőből kettőt előtte megnyernének, akkor ott már megvan. És úgy alakul, akkor már megvan. Akkor ott már tök nyugi van, csak igen. hát nem tudjuk. Nem tudjuk. De jövő héten hétfő már megtudjuk, akkor meg is tudjuk beszélni. Meg azt is meg tudjuk beszélni, hogy hova jutott a férfi kézilabda válogatottunk. Igen. Meg a Szolnoki MÁV FC tavaszi bemutatkozásáról is fogunk tudni beszélni, mert hogy vasárnap elkezdődik az NB2-es. Hát a tavaszi, így január végén, február elején, de hát tavaszi, nézzük annak ugye a sorsolás, meg a vírus szeszélye miatt. Úgyhogy erről is beszélgetünk, úgyhogy jövő héten ismételten találkozunk. Reméljük, hogy önökkel is ismételten találkozunk, kedves nézőink. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!